Lehet szeretni, lehet nem szeretni, de az biztos, hogy oda kell rá figyelni. Ez a közhelyszerű idézet nagyon sok személyre, nagyon sok emberre illik, így most következő vendégünkre is, akire néha már azt szokták mondani, hogy bizony a vízcsapból is ő folyik, hivatását tekintve anyakönyvvezető, de rendkívül sokat ír az újságba, köztük a Tollai Népújságba, a Szekszárdi Vasárnapba. Nemrég jelent meg az a könyve, amit az imént adtam át Kóbor Jánosnak. Hadd köszöntsem ezt a sok mindenhez értő szemét itt a színpadon. Nagyon örülök, kedves Hass Erzsébet, hogy elfogadtad a meghívást. Kimentem, hogy bejöhessek. Ahogy azt kell. Igen. Ismét csak hadd áruljam el önöknek, hogy Sas Erzsébet tulajdonképpen ideális riportalan kell, hogy most legyen, hiszen nekem előzetes beszélgetésünkkor azt javasolta, illetve azt kérte tulajdonképpen, hogy minél kellemetlenebb kérdéseket hadd tegyek fel neki. Hát ebben egy újságíró el tud merülni, ugyebár, hogyha ilyen ajánlatokat tesznek neki. Kezdjük akkor a legkellemetlenebbel, vagy nincs jó, kell, nincs legkellemetlenebb? Először megmagyarázom talán, hogy miért kértem ezt tőled. Azért, mert a jó, dolgokat azt már vagy mások, vagy én meg magam megírtam magamról, vagy az írásaimban már megjelentek, és úgy gondoltam, hogy pontosan amiatt, amit az előbb konferáltál, hogy a vízcsapból is én folyok, hogy most egy kicsit akkor az ellenségeim, vagy az irigyeim, vagy nem tudom, ha vannak ilyenek, örüljenek, mert akkor most faggas kellemetlen dolgokról. Volt-e olyan történet, ami nemmel végződött, azaz arra gondolok, hogy volt olyan házasulandó pár, amelyiknek egyik tagja a boldogító igen helyett nemet mondott előtted? Hát Árpád, ezt még mindenki megkérdezte tőlem, aki megkérdezte, hogy anyakönyvvezető, mindenki. Hát egyetlen egy volt a pályafutásom során, amit a könyvemben meg is írtam, de ahogy ott is elhangzik, ez a fiatalember, ez bosszúból mondta ki ezt a nemet, ott volt 300 ember, és tehát ő bizony ilyen, keményen azt mondta, hogy nem anyósfajtás, leájult, lehet olvasni, igen, rögtön leájult, és aztán mit tehet ilyenkor egy anyakönyvvezető? Hát süket, azt játsz, hogy süket, hát lehetek süket is. Megkérdezted még egyszer? Igen, megkérdeztem még egyszer, láttam, hogy hát a mennyasszony mosolygott, gondolom, a mennyasszony ájul el, akkor tudom, hogy baj van, de hát az mosolygott, az anyós ájult el. És a násznék úgy düstű, úgy kell neki, meg minden ilyenek voltak, és mások akkor meg én meg ott tekerettem, meg néztem, hogy jó van-e bezárva az ablak, meg minden, a fényképész fényképezze, meg hasonló dolgokat, és utána mondtam, hogy jaj, bocsánat, és feltenném még egyszer a kérdést, mert nem egészen jól hallottam. És akkor a vőlegény viszont egy nagyon szép hangos igennel válaszolt, és a slusszpoén még az volt, hogy gratuláció közben az após pajtás, ugye, amikor gratulált az ifjú főnek, azt mondta, hogy jó van, fiam, időbe kell kezdeni ezt a dolgot, úgyhogy... Meséld el közben, Erzsébet, hogy mi a koncepció, ilyen olyan hivatalos vagy ez az Erzsébettel? Semmi, csak úgy tüszködöm. Ez a koncepció. Igen. Milyen virágok egyébként ezek? Én esküszöm, egyet-kettőt felismerek, de a többségét nem. Te ismered őket? Igen, hát ezt biztos a szedtük, mert az elmúlt 40 év virága, csak ez hál' Istennek nem vörös. Hogy mutat? Mutassuk fel a kamerának, és közben Andreát hadd kérdezzem meg, hogy szakmai szempontból milyen Miután ez a csinálta virágtár. Én csak segítettem. De szakmai szempontból. Rajta egy gyors munka, de közösen azért összehoztunk egy kis tavaszi hangulatot idéző kis tálacskát.